Ehhez kapcsolódna a kérdésem, illetve a délután felvetett Hellinger témához, hogy az egymás tisztánlátása, ami a jól értelmezem, az igazából azt jelenti, hogy a másikban a lehetőséget is látjuk, tehát nem csak azt, amilyen mentálhigiéniás vagy állapot, lelki állapotban most van, hanem hogy látjuk benne a, hát nagyon leegyszerűsítve a jót. Ezzel óvatosan. Tehát a lehetőséget Én... látjuk, az még úgy elmegy, de te ne a jót vagy a rosszat lásd a másikban, hanem pontosan azt a tulajdonságot, ami benne van. Aztán, hogy azt kiminősíti jónak vagy rossznak, az már a világ dolga. De nem minősítsük a másikat, hanem lássuk úgy, ahogy van. És hogyha úgy látod, ahogy van, akkor a duális kategóriák nélkül az torzítatlan marad. Jobban tudod kezelni. És hogyha úgy látom, ahogy van, családtagokat, akkor ez a Hellinger által morfogenetikus mezőnek működő, hát én nem is tudom mi ez pontos, egy energiamező, egy ősi elrendeltség, egy szerepkör családon belül, hogy akkor ez jól működik, nem? Hát és egy hogyha pár, pár dolgot azért ez... hadd takarítsunk föl itt a kérdésfeltevésben. Egyrészt a morfogenetikus mező az Rupert sheldrake származik, és a Hellingeri ugye, kultúrkör ezt fölvette, itt a külső tudati térre szeretnék hivatkozni, és a belső tudati térre, a kettő közt a határ az az énnek a fala, és hogyha az én falat azt eltörlöd, vagy lebontod, akkor ez a két tér, a külső és a belső egyé válik. Ekkor tapasztalod ezt mezőnek, mert nincs határ közted és köztem. Na ekkor az a karma, amiről beszélsz, az tudattalantól tudattalanig akadálytalanul átmegy. Hát sokan ülnek itt a teremben, akik ezt tapasztalták. Akadálytalanul átmegy az, hogy te ráruházol egy arhetipust egy képviselőre, egy másik emberre szándékosan, nem szerepnek mondom. Ez nem szerep. Egy benned lévő minőség létező arhetipus, amit a lelkedben tudattalanul mindig is vittél. És ahhoz, hogy ezt a külső térben lásd, a belső térből ki kell helyezni a képviselet útján. És ezért nem szeretek abstrakciókat használni, inkább elvenni az intellektus által felállított korlátokat, amelyek azért vannak ott, mert nem ismerünk valamit, mert nem tapasztaltuk. Aki a tényleges ürességet tapasztalja, az a tudat természetét is tapasztalja, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ebben a térszerű, tükörszerű minőségben jelenik meg minden karma, külső, belső, tiéd, másé, család, pár, csoport, minden. Ha tiszta a tudat, tisztán jelenik meg, döbbenetesen tisztán. Ha pedig nem tiszta, akkor az elmáltal torzított, az ego által fedett, az elhárító mechanizmusok által védett módon jelenik meg és a rendszer annyira toleráns, hogy egy bizonyos küszöbbig még ezt is elbírja, aztán pedig kezelhetetlenné válik az egész, és nem értékelhetőek az eredmények. De itt a zen négy alapelve számomra többet segít, mint bármilyen egyéb doktrína, nem támaszkodás az írásokra, tehát a gondolkodásra, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, igazi önvaló tapasztalata egyenlő a felébredéssel, és tudattól tudatig való közvetlen átadás. Ez egy picit kontextusba illesztve, nem valamilyen tudományos rendszert követve zajlik maga a konstelláció, és éppen ezért a nyugati tudományosság és az arra épülő doktrínák nagyon nehezen fogadják ezt el. A mai napig bizonyos körökben érvénytelen az, amiről beszélünk a tapasztalati valóság az itt nyugaton nem elég, ezt tudni kell magyarázni, indokolni, kísérlettel igazolni és ismételni az egészet. Ezt pedig abstrakcióban nem lehet, kontextustól függetlenül nem lehet, és ezért nem támaszkodunk az írásra és a struktúrális gondolkodásra, mert alkalmatlan. Alkalmatlan. De azok, akik azonosulnak a gondolkodással és a rendszerekkel, azok nem hajlandók elfogadni, hogy van egy olyan megismerési mód, amely érvényes, ugyanolyan érvényes, mint a gondolati út, sőt, esetleg érvényesebb is, ezt már nagyon óvatosan mondom ki, a tiszta tapasztalás, a közvetlen látás útja ebben a pillanatban. A második, ugye, hogy a tudatra való közvetlen irányulás, nincs fordítógép, nincs szimbólumrendszer, nincs semmi, ami közéd és a másik ember tudata közé állna. Ha te lebontod a saját én akkor a tudattalanok egyé válnak. És ezen alapszik a képviselet maga. Az, hogy a felébredés egyenlő önvalónk tapasztalatával, ez nem távoli magától a rendszertől, csak át kell fordítani egy részleges minőségbe, ez a katarzis, ez a megtisztulás a karmától ha ezt a katarzist, a megtisztulást tovább viszed, akkor újabb és újabb hamis azonosulás fog megszűnni. Újabb és újabb belátást fogsz nyerni. És hogyha tovább gyakorlod a meditációt a konstelláció mellett, akkor elérhetjük azt, amit az önvaló tapasztalatának felébredésnek hívunk. De ezt azon nyomban felhasználjuk arra, hogy ismét tisztában lássunk, ismét segítsünk másokon is ezzel magunkon is. Úgyhogy ezt most remélem sikerült kontextusában láttatni, és minden olyan európai rárakódás magára a rendszerre az felesleges, amely túlmagyarázza. Logikailag szeretné valamilyen rendszerbe foglalni. Ezt tapasztalni kell, látni kell a tér és a tudat működését, az arhetípusoknak, amiben létét a képviselet történését és az azonosulás felvételét, és utána a szerep visszaadását. És hogyha ezt helyesen tesszük, akkor nagyon-nagyon komoly segítséget nyújtunk magunknak, másoknak egyaránt, egyéni, páros, család és csoportos szinten, mert itt a vigyát, a látást gyakoroljuk belső térben és külső térben, intelligens, tiszta projekció, átrendeződik a karma a látás által, és utána egy introjekció következik amikor visszatér a lélekbe, az az új hierarchia, az az új konstelláció, amitől már másképp éled az életedet, és másképp viszonyulsz nem csak a családtagjaidhoz, hanem a többi emberhez is. Mert elképesztő változások, tisztulások tudnak történni. A folyamat felbontja a korábbi azonosulásokat a külső térben való megjelenítés által, és utána, amikor a konstelláció átrendeződik, újabb azonosulások jönnek létre, tehát visszaírod magadba az új hierarchiát. És merem mondani, hogy sem családi, sem csoport hierarchia nem gyógyítható és tisztítható szakrális hierarchia nélkül, ezért csináljuk együtt a meditációt és a konstellációt. Ha nem tudom valami nagyobb kontextusba behelyezni, valami egészen transzcendens módon látni, ezt a négy osztályt, az egyéni, a páros, a család és a csoportos karmát, akkor csak dobálom a labdát egyik helyről a másikra. De nem oldom meg a problémát, mert nincs egy világos nézőpont. Nincs egy transzcendens tapasztalás. És innentől kezdve van óriási létjogosultság annak a gyakorlatnak, amit itt végzünk, és annak az alkalmazásnak, amelyet ugye a kérdésedben említette. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség és felelősség egyszerre, mert működik. És ha valami működik, akkor nagyon óvatosan és hozzáértően kell bánni vele. Ez a tudatunk.